Na jó, nem, vissza. Sziasztok, Matilda vagyok, és minden év elején szoktam csinálni egy olyan videót, vagy hát ugye a minden év első hónapjában ilyen 2020 tehát előtte éves összegzések szoktak lenni, és egy kilátás az adott évre. És a mai videó a 2021-ben jövő könyvből film adaptációkról fogok beszélni, nem túl sokat. A helyzet az, hogy mikor legelőször csináltam ezt a videót, az 18, mármint ezt a fajtát, az 18 volt, és abban az évben nagyon sok olyan film jött ki, ami könyv alapján készült, és olyan könyv alapján, amit már vagy olvastam, vagy érdekel, vagy azóta olvastam, és már tavaly se volt túlzottan sok ebből, idén még kevesebb van, szóval ez szerintem egy olyan nagyon-nagyon hosszú videó nem lesz. És elfelejtettem idehozni az egyik könyvet, de most már mindegy, mert nem tudom hol van. Na igen, szóval annyira sok könyvet nem találtam idén, ami olyan, hogy 2021-ben jelenik meg, mint film per sorozat, és én vagy olvastam a könyv alapját, vagy érdekel a könyv alapja, vagy úgy maga a film különösebben, bár inkább szeretem így a könyvhöz kapcsolni, mert nyilván úgy több értelme van. Úgyhogy hát igen, ez nem lesz annyira sok most felsorolva. De akkor nézzük is, hogy mik azok a filmek, amik 2021-ben várhatóak, és könyv alapúak. És engem érdekelnek. Mert néha kapok ilyen kommentet, hogy még ez a könyv is meg fog jelenni filmként, és én tudom, mert ilyenkor megnézek ilyen 2-3-4-5 sok listát, hogy mik azok a könyvek, amikből az adott évben lesz film, és azokra szoktam kiválogatni azokat, amik engem, kifejezetten engem érdekelnek. De alapvetően rengeteg könyvadaptáció vagy filmadaptáció jelenik meg minden évben. Mondjuk most a pandémia miatt kicsit hektikusak a megjelenések, meg ahogy mikor lesz, meg mikor nem, de mindegy, kezeljük úgy, mintha ez így lenne. Szóval, az első film, ami elvileg 2021. februárjában fog megjelenni, az a Nyúl Péter második része. Ennek igazából láttam az első részét, és kifejezetten most azért mondom azt, hogy ez érdekel engem, mert egyébként egy aranyos kismese volt, és nekem most nemrég született egy unokahúgom, és anyáik megvették a Nyúl Péter összes, vagy Beatrix Potter összes, nem tudom, egy ilyen jó vaskos kis mesekönyvet, és én azt el szeretném olvasni, és ugye nyilván az alapján íródott a... Nem? Az alapján készült maga a Nyúl Péter film, úgyhogy igazából ezt így felvettem ebbe a listába, de nem azt mondom, hogy ez egy ilyen abszolút hú, de nagyon várom film. A másik, ami szintén idén lesz, az a Fiúknak, akiket valaha szerettem, 3. Mert ugye a könyv is 3 részes, és akkor nyilván kell a Netflixnek 3 filmet készítenie. Igazából alapvetően az első Two Old Boys-t imádtam. A könyvet aztán majd elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy ne. Ez nekünk könyvben nem fog feküdni, úgyhogy ezt maradjunk a filmes verziónál. Úgyhogy én azóta se kezdtem el olvasni, és annyira maga a könyv nem vonz. Az első film jó volt, ugye tavaly jött ki a második, az majd a 2020-ban látott adaptációkban elvileg benne lesz, úgyhogy majd abban beszélek róla, de egyébként annyira nem jött be, kicsit sok volt a dráma. És most jön a harmadik, amiről abszolút nem tudunk még kb. Semmit, és nincs is hozzá megadva dátum, ahogy néztem IMDb-n, de majd egyszer csak lesz, és igazából egy kis feel good romcomnak elmegy, csak remélem nem lesz benne annyi dráma, mint a másodikban, hanem ilyen tényleg olyan lesz mondjuk, mint az első. Remélem. A harmadik, na, ez már kezd izgalmas lenni. Ugye Leigh Bardugónak, azt hiszem neki a sorozata a Grisha sorozat. És annak az első része a Shadow and Bone, és abból most lesz sorozat. Idén, méghozzá elvileg áprilisban fog megjelenni, és ehhez már egyébként van egy ilyen concept trailer, vagy nem is tudom, hogy micsoda, mindegy, azt majd be fogom linkelni, vagy ide föntre, vagy a leírásba mindenképpen. És én ezt a könyvet még nem olvastam. Föl van a várólistámon, előbb-utóbb el szeretném olvasni, bár tudok róla egy-két dolgot, ami majd lehet így megingat a hitemben, de azért a sorozat érdekes lehet. Alapvetően annyit tudok körülbelül már erről a
az egész könyvről csak, hogy Cindynek volt egyszer egy videója a Read with Cindy csatornán, amiben Tinderen írt a könyvből a főgonosz idézeteket pasiknak. És az úgy vicces volt, de elég kiábrándító kicsit, mármint hogy tényleg olyan dolgok vannak a könyvben, ami nem feltétlenül fog nekem tetszeni, de majd meglátjuk, hogyha egyszer eljutok edáig, hogy elolvassam. És remélhetőleg a sorozat remélhetőleg jó lesz, hogyha tényleg kijön idején, és mondjuk megtetszik, és tényleg elolvasom előbb. Majd meglátjuk. A következőt azt körülbelül a lehetetlennel egyenlő szintre tenném, hogy ez biztos nem fog 2021-ben megtörténni, de egy-két listán láttam 2021-re téve, úgyhogy megemlítem, de tekintve, hogy körülbelül nyáron tette ki Rick Riordan a hírt, hogy van szerződés Disney Plus-on a P.E.O. sorozatra, de annak még semmit nem kezdtek el csinálni, tehát hogy még csak azt hiszem most írják a bevezető epizódot, tehát ugye ez a pilot epizód. És hát van egy-két lista, ami azt mondja, hogy 21-ben lesz. Na most még nem kezdték el forgatni. Szóval még casting sincs meg semmi, szóval tudni nem lesz idén. El is sírnám magam, ha lenne idén, tehát hogy ez így az örömkönnyeim potyognának örömömben, főleg, hogyha jó is lesz. Mindegy, szóval szerintem ez vagy jövőre, vagy utána évben várható. Inkább, mint idén, de föltették listára, úgyhogy megemlítem itt is. Hát, ha valaki esetleg lemaradt volna a hírről, hogy igen, lesz Percy Jackson sorozat, sőt, Kék Krónikák filmsorozat is Netflixen. Egyszer csak. Amúgy tök jó, ide hoztam a könyvet, csak elfelejtettem fölemelni. Na, mert mindegy. Na, hát igazából azt nem tudom, következő könyvünk, ami sorozatként most van, az a Vaják, ugye. És... hát idén nem kaptunk új Vaják évadot, most nem tudom pontosan, én most amit néztem, IMDb-n 2021-re van írva. Meg egy-két másik helyen is 2021-re várható megjelenése. Nem tudom, hogy most hivatalosan meg lett erősítve esetleg, hogy át lesz tolva még egy évvel, de remélem nem, mert azért elég jó volt a sorozat, és egész jól elkapták a könyveket, de legalább még van időm újraolvasni őket, igen. És itt megint nem mutattam fel a könyvet, de mindegy. Várom a következő évadot, mert kíváncsi vagyok, hogy hol folytatják, bár gyanítom most már az előzmény két ilyen bevezető sztoris könyvet feldolgozták nagyjából, úgyhogy szerintem most már elkezdjük a rendes sztorit, de nem tudom, hogy pontosan hogy lesz, mert... No! És az egyetlen könyv, amire most tényleg 100%-osan rá tudom vágni, hogy izgatott vagyok, és amikor megláttam, így ugrott egyet a szívem, hogy akkor ebből most tényleg lesz valami, és tényleg remélem, hogy jól láttam. Ezt olvastam is, és majdnem tuti fix, hogy jön belőle film, nagyon remélem, hogy nem tolják el. Dátum szerint is, meg film szerint is. És ez pedig a fiú, akit Karácsonynak hívnak, Matt Haig-től. Na most, ha bárki nézte 2018-ban az Karácsony környékén a videóimat, az tudja, hogy én imádtam ezt a könyvet, és elvileg novemberben kapunk belőle egy filmadaptációt, és IMDb-n már van casting, van dátum, és vannak ilyen kis képek is, úgyhogy jónak néz ki, és emiatt tényleg izgatott vagyok. Na és egy ilyen plusz egy ebbe a listába az Roald Dahl könyve a Boszorkányok. Nem olvastam, és technikailag a film nem 21-es, hanem 20 október. De annó, mikor én csináltam a tavalyi ilyen videót, akkor szerintem vagy nem tűnt fel, hogy ez lesz, vagy nem tudom, valamiért elsiklottam szerintem fölötte. Mindegy, szóval ennek én alapban láttam a régebbi adaptációját, és az újnak egész érdekes trailere volt, úgyhogy még nem láttam. 2020-as alapból a film, tehát októberben volt elvileg a premiere, már ahogy mostanában lehet premiert tartani. Viszont érdekel, úgyhogy bele akartam menni ebbe a listába, hogy így szó lessen róla előre, és a jövő évi, amikorra már mondjuk megnézem, addigra ne felejtsem el, és ez, általában visszanézem, hogy mi az, amit mondtam ebben a videóban, és akkor utána átveszem a következő évben, hogy amikor már megnéztem, mi a véleményem róla. Hát a helyzet az, hogy összesen ennyi olyan idén elvileg megjelenő adaptációt találtam, nem számítva Boszorkányokat kb. Ugye, ami könyv alapján van és érdekel, és tudom, hogy ezen kívül rengeteg másik jelenik meg, de azoknak egyike se olyan, ami így kifejezetten érdekelne. Úgyhogy idén csak ilyen kis, hát nem túl izgi listám van.
Ami még esetleg olyan, az a The Knife of Never Letting Go, nem tudom, hogy van a magyar címe, de az ugye a Chaos Walking sorozat, amiben most lesz, mármint könyv sorozat, és most lesz belőle film, és Tom Holland lesz benne, meg a Daisy Ridley, és már van hozzá előzetes. Az is úgy érdekesnek néz ki, de különös, nem tudom. Nem tudom, azt nem akartam belevenni ebbe a listába, mert azzal így hadilában állok, hogy annyira nem érdekel, de kb. Tom Holland miatt megnézem, de a könyv különösebben megint csak nem, úgyhogy mindegy, ezt ilyen, akkor ez ilyen plusz-plusz egy. Engem igazából ezek az adaptációk izgatnak azok közül, amik elvileg 21-ben fognak megjelenni, de hát ugye a jelenlegi helyzet miatt kiszámíthatatlan, hogy hogyan lehet forgatni meg ilyenek, úgyhogy nem feltétlen fognak szerintem 21-ben ezek kijönni. Viszont kommentben írjátok meg, hogy melyek azok a könyvek, amik elvileg idén kapnak adaptációt, és ti már nagyon-nagyon várjátok őket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!